én egy régi világban éltem, egy régi világot láttam, ami tökéletesen, teljesen felfordult. Ez egy másik világ, és én már csak egy emlék vagyok. És mint emléket mutatom be magamat, amit csináltam, az nyílt dolog, nem csináltam titokba soha semmit. Egyet vallottam fiatal koromtól, hogy a kötelessége az embernek, hogy a maga népének szolgáljon. Csontos János Hús Károly nyomában. Trianon idején Kós Károly 37 éves volt. Már megtervezte Jánszky Bélával a megrázóan szép zebegényi katolikus templomot, Györgyi Dénessel az elegáns városmajori iskolát, Zrumecki Dezsővel a pesti állatkert pazar pavilonjait, meg a Vekerle telep otthonos kisvárosát. Sőt, az utolsó magyar király IV. Károly koronázásának díszletépítéséből is kivette a részét. Volt persze párhuzamosan egy erdélyi kós is. Összetéveszthetetlen metszett betűivel már közreadta munkáit Erdély népi építészetéről, a régi kalotaszegről és az agrikultúráról. Sztánán már állt a Varjúvár, Kolozsvárott a kakasos református templom, Sepsiszentgyörgyön meg a nagyvonalú Székely Nemzeti Múzeum. Mégis elsősorban sikeres székes fővárosi építésznek számított. Nem csoda, hogy a tanácsrendszer bukását követően pesti egyetemi állással, polgári egzisztenciával kínálták meg. Ám ő Trianon ismeretében úgy vélte, őrá a román fennhatóság alá került Erdélyben van szükség. Ha tehát egy kicsiny filmes tábbal Kós Károly nyomába kíván eredni az ember, elsősorban Erdélyt kell kaptatnia. S nem csak a kitaposott és aszfaltozott utakat, a mester ott is tervezett és épített, ahol a városi ember az Isten háta mögött érzi magát. Maga a Varjúvár ugyan a Kolozsvár-Nagyvárad vasúti fővonal közvetlen közelében emelkedik, aki autóval igyekszik becserkészni, sem zsobok, sem nádast felől nem lel pormentesített utat. De ha megáll szétnézni a sztánai kikelicses hegygerincen, s letekint a buján hullámzó kalotaszegi tájra, talán el tudja képzelni, milyen filozófiára épült a legendás varjútanya korabeli mintafarmja, ami fölé török módi szerint emelt kilátó kupolát a gazdálkodó mester. Sőt, még a wilsoni önrendelkezés elvét alkalmazó, hamvas naivitással kikiáltott kalotaszegi köztársaság sem tűnik innen olyan meseszerűnek és valószínűtlennek. Magyar Bikalon a lelkész Debrecenbe költözése fölött busong a kocsmáros, de a szilvapálinkája emlékezetes. Ketesden magyarul játszanak a gyerkőcök a Kós templom melletti óvodakertben, Bábonyban viszont már zöld babot szállítanak a református tanterem padlóján. A feleki domboldalban valóságos ortodox templomváros igyekszik elnyomni a kósféle üde görög-katolikus templomot, a háromszéki kászonyakap falván pedig épp lebontották a pánforrás Kós által emelt kútházát. Nagybaconban a református kultúrház szimbolikus hármas vakablakának egyikében találtak helyet a hadügyminiszter nagybaconi Nagy Vilmos emléktáblájának. Csíksomjón a helyi hagyomány szerint Kós már a kalotház építésekor összekülönbözött a kivitelezőkkel, állítólag meg is tagadta a házat, de a mostani dilettáns hozzáépítések láttán talán még szívszélődést is kapna. Siklódon bádoggal fették a tornyot a fazsindej helyett. Kolozsvárot meg harsány barack színre mázolták a városi parkban emelt holland típusú nyersfehér műcsarnokot. Fejérd légvonalban 10 kilométerre van Kolozsvártól, de amúgy 150 évre. Már nem is földúton, hanem a fűre bélyegzett keréknyomon haladunk.
A hegygerincen román pásztor igazít el bennünket szívélyesen, muszáj szétcsapatni a nyájat. Lejjebb végképp elakadunk. Alig tudjuk kitolni a járgány. Fejérd görög-katolikus temploma azonban kárpótol a viszontagságokért. A román ortodoxok épp felújítják belülről, a fiatal pópa pedig kivilágítatja éjszakára, mert minden falubeli házból látszik. Út és infrastruktúra nincs, de Isten jelen van. Mi meg eltűnődünk. Ha egy kicsinyített változat helyett ez az erdélyi és bizánci hagyományokat ötvöző katedrális épül meg Kolozsvárott, s nem az ortodox építészeti sematizmus diadalmaskodik, talán a hagymakupolás honfoglalás is elviselhetőbb formát ölthetett volna. A Kós által felújított széki erődtemplom tövében pingpongoznak a táncházban, a presszó kihangosított hangszórójából retro hangulat árad. Népviseletbe öltözött néni hallgatja az örökzöld számot. Jöjj vissza, vándor! Ezen nem újjék. Visszajövünk.